Tehát ugye ott jártunk, hogy tisztázzuk a hátteret, tisztázzuk azt, hogy hogy mi mindennek az oka, és akkor eljutottunk oda, hogy akkor nézzük meg a saját prezentációt. Én a kezdetektől mindenkinek ezt preferálom, hogy legyen saját prezentáció. És most itt a prezentáció alatt nem egy diasort értek, hanem saját mondani való. Ugyanis én azt tapasztalom, hogy a network marketingben használt sémák, azok csak a nagyszámú törvény alapján működnek. Tehát most már ezek ideig múltak. Ugye a tipikus dolog, ugye, amikor csinálok, ugye felvetem, hogy milyen problémák vannak, adok arra egy megoldást, és már lezárom. Ugye egy céges prezentáció úgy néz ki, ugye, hogy bemutatom a céget, a terméket, a marketing tervet, és lezárom. Tehát ezek nyilvánvalóan nagyszámú törvény alapján működnek, de a hatékonyságuk már nagyon alacsony, és az emberek valami másra kíváncsiak. Arról nem is beszélve, hogy kevésbé tudsz élvezni egy olyan tevékenységet, ami mondjuk egy prospektus lapozásával adódik, ugye amikor elősz valakivel, előveszed a céges prospektus, akkor így figyellapozol és elmondod a betanult szövegedet. De másrészt ugye ennek az lesz az üzenete számára, hogy ahhoz, hogy ő eredményes legyen, neki is be kell tanulni egy ilyen szöveget. Tehát visszautalnék az első blokkra, amikor ugye arról beszéltem, hogy akkor lesz aktivitásod, hogyha élvezed az aktivitást, és akkor tudod élvezni az aktivitást, hogyha összeraksz magadnak egy saját prezentációt. Ugye először is ugye arra kell figyelned oda, hogy miben vagy hiteles. Elmondtam már többször, most is elmondom, ha nem vagyok a Vanodermával kapcsolatban hiteles, mert nem vagyok orvos, nem vagyok természetgyógyász, akkor nem biztos, hogy ezt a vonalat kell erősíteni. Ugye, mondok egy dolgot, hogy képzeld el, hogy nem vagy orvos, nem vagy természetgyógyász, nem vagy üzletember, akkor miben lehetsz hiteles? Ugye, és még nincs is tapasztalatod ebben az üzletben, akkor miben lehetsz első pillanatban hiteles? A jó hír az, hogy lehetsz hiteles, te is rögtön az elején, abban, hogy miért kezdtél el ezzel foglalkozni, a saját sztoriddal. Rögtön lehetsz hiteles egy hasonló ember előtt, egy hasonló életszituációval lévő ember előtt. Tehát azt javaslom, hogy add össze a saját prezentációdat. Ez úgy nézett ki az én esetemben, hogy amikor elkezdtünk foglalkozni ebben az üzletben, akkor nagyon határozottan tudtam azt, hogy mit nem akarok kommunikálni. És azt is nagyon határozottan tudtam, hogy van egy óriási veszélyforrás, hogyha lelkes vagyok, hogy rengeteget tudok beszélni erről a témáról. Nem is veszük észre magunkból. Tehát ugye annyira lelkesek vagyunk, annyira fantasztikus ez az egész lehetőség, annyi dolgot megtanultunk róla, hogy így mint a föl lehet bennünket húzni, és akkor mondjuk, és nem veszük észre a másik emberrel, hogy nem nyitott erre. Mert ő esetleg nagyon udvarias, és még lehet, hogy néha bólogat is. És nem tudjuk magunkat kontrollálni. Tehát nekem az első célom az volt, hogy összerakjak egy olyan prezentációt, ami egy oldalas. Tehát egy oldal gépelt szöveg. Ugye, hogy leírjam azt, hogy én mit akarok mondani. Mik azok a legfontosabb dolgok. És ezek a saját szavaim legyenek. Tehát ne a szponzorok szavaim, ne egy betanult szöveg. És saját szavaim, hogy azt lássa az illető, hogy jött egy húsvér ember, akinek önálló gondolatai vannak, és elmondja ezeket a gondolatait erről a lehetőségről. Ennyi, nem több. És utána folyamatosan teszteltem úgymond ezt a prezentációt, ezt az egyoldalas prezentációt, úgymond, hogy mit kell rajta változtatnom. Mi az, amit módosítanom kell. Tavaly előtti évben, tehát 2017-ben, ugye a magyarországi táborban, a vezetőképző táborban tartottam egy előadást. Mindenképpen javaslom, hogy töltsd be és nézd meg, hogyha még nem tetted. Ez az valami ilyesmi volt a címe, hogy történetmeséléssel. Igen, tehát történetmeséléssel ugye hogyan tudsz építeni négyszemüzetet. Ugyanis az emberek a történetekre fognak emlékezni, és azért veti őket. Nem a Ganoderma gomba kapszulának az SV értékére, és arra sem, hogy a nem tudom, a Tipertinek, vagy nem tudom is, milyen százalékban találtok, vagy mi? Tipertinek. Nem erre kíváncsiak az emberek. Nem erre kíváncsiak, hanem hogy te miért csatlakoztál. Tehát jó lenne, hogyha összeraknál egy saját prezentációt, és nehez szeretnénk neked most segítséget adni,
Mert higgyétek el, nagyon nagy számú tárgyalásnál mögöttem, és tudom azt, hogy mire kíváncsiak az emberek. Az első dolog, ugye, hogy ki vagy te, erre kíváncsiak. Tehát, hogyha még nem ismertétek egymást előtte, tehát ez egy hideg találkozás, úgymond, akkor tudja az illető, hogy ki vagy te. Nyilvánvalóan nem a önnettől szóta kíváncsi, nem mindenre, hanem hogy mégis ki az ember, akivel találkozik most. Néhány szóba a legfontosabb dolgokat. Utána ugye nagyon fontos az, hogy miért döntöttél az MLM mellett. Hát én például, ez nagyon működik nekem, és nem az én sztorimat kell elmondani, hanem a saját sztoridat, mert abban lehet hiteles. Nekem ez abszolút mértékbe üt, ugye, hogy elmondom valakinek, hogy figyelj, én egy olyan ember voltam, aki nagyon utálta az MLM-et, és így rázta le az MLM-es embereket. És elmondom neki azt, hogy mégis miért döntöttem az MLM mellett. És ilyen emlékezni fog. Sőt, nagyon nagy az esélye annak, hogy ő is hasonlóan gondolkozik, ugye az első rész, hogy ő is utálja ezt a dolgot. Sokkal könnyebb ugye olyan emberekkel találkozni, akiknek nem szimpatikus az MLM, mint üzleti modell a negatív tapasztalatok alapján, mint olyanok, akik azt várták, hogy te fölhívd őket, hogy végre megnézzenek egy jó marketing bemutatót, egy jó kis prezentációt, ugye erre vártak már régóta, de senki nem hívta őket. De sokkal nehezebb ugye az első, vagy nehezebb ilyen embert találni. Tehát mindenképpen a prezentációban az fogja érdekelni az embert, hogy ki ez az ember, és hogy miért döntött az MLM mellett. Ezt kell neki elmondani. Én el szoktam azt is mondani, hogy nagyon sokan kerestek meg MLM-es üzlettel, és ami a legjobban nem tetszett, hogy folyamatosan arról beszélt a tárgyalópartnerem, hogy miért jó nekem az a termék, és nekem miért kellene ebbe az üzlettel csatlakozni, hogyha nem akarok szegényen meghalni, stb. Nem akarok, hogyha az egész családom beteg legyen, és nem tudom. Tehát mindig erről beszél, hogy miért nekem fontos ez a dolog. És én soha nem beszélek erről, én mindig arról beszélek, hogy nekem miért jó. Arról beszélek, hogy én miért használom ezeket a termékeket, miért jó nekem ez a termék, és nekem miért jó az MLM. Nem arról beszélek, hogy nektek miért jó, vagy a tárgyalópartnerünk miért jó az MLM. Ezt majd ő eldönti, azt én nem tudhatom. Nem is akarom tudni. Az az ő saját szuverén döntése. Oké? Tehát elmondom azt, hogy én miért döntöttem az MLM mellett. Ugye mindegyikhez van egy sztori. Mindegyik ilyen pontomhoz van egy sztori, úgyhogy te is gondolkozz el ezen, és biztos vagyok benne, hogy neked is van egy sztori, és ne hidd azt, hogy a te sztorid nem jó. Mert annak az embernek, akivel belépsz, akivel beszélsz, annak tökéletes lesz a te sztorid. Biztos lesz benne. Nagyon fogja érdekelni. Mi aztán, tehát miért döntöttem az MLM mellett? Én elmondtam nektek a sztorimat, elmondtam nektek az esküvőt, a lakodalmat, ahol eldöntöttem, és a mi értemet. Aztán miért döntöttem a népszem mellett? Erre is legjobban egy sztorival tudnék válaszolni, hogy miért döntöttem a DXM mellett. És ugye elsősorban nem is a DXM mellett döntöttem, hanem a Ganodermás kávé mellett, csak ugye a Ganodermás kávéhoz legjobban ugye a DXM kapcsolódik, mint piacvezető cég. Ugye a sztori úgy néz ki, hogy már néhány éve benne voltunk az üzletben, amikor egy távoli ismerősömtől, aki egy külföldi országban él, kaptam egy e-mailt. Ugye azt írta az illető, hogy hát László, régen beszéltünk, de hát remélem minden oké veletek. Most itt nézem itt a CNN műsorát, és látom, hogy a magyar gazdaság éppen romokba hever, és a helyi valuta árfolyama éppen beszakadt, úgyhogy bízom benne, hogy a te vállalkozásoddal minden oké és jól van az egész család. És ugye erre az e-mailre én azt tudtam válaszolni, hogy köszi, tényleg rég beszéltünk, de most nem tudom, hogy miről beszélsz, nem azért, mert nem nézem a CNN-t, hanem azért, mert hát én a kávéüzletben vagyok. És hát ugye a kávéüzletnek van egy speciális tulajdonsága, az emberek a gazdasági helyzettől függetlenül, vagy a helyi valuta árfolyamától függetlenül minden nap megisszák a kávéjukat, tehát köszi, engem ez nem éri. Úgyhogy ha valaki azon gondolkozik, hogy ez az üzlet ez mennyire stabil, vagy mennyire jó, akkor itt van rá a válasz. Érdekes volt, amikor jó néhány évvel ezelőtt, amikor nyitottuk a görög piacot, akkor is éppen ilyen elég csúcson volt ez a görög válság, és mindig kérdezték tőlem, hogy hát én oda járok, mi lesz Görögországra, kilépnek az Unióból, kilépnek az Eurozónából, mi lesz? Mondtam, figyelj, fogalmam nincs. Egyetlen egy dolgot tudok, a kávé ezek hónap után is lesznek Görögországban, és az emberek hónap után is megisszák a kávéjukat. De biztos vagyok. Tehát köszi, engem ez nem éri. Tehát nagyon lényeges, hogy elmondom, hogy mi az az apróság, és nem az, hogy ezek a kuncsán jó, meg benne vannak is nagyon jó. Hanem az miatt, hogy a kávé itt van, és ez a kávé működik. Ugye
beszélhetsz arról, hogy mi a víziód. Ugye nem kell eredmények lenni, mi a víziód. Nekem nagyon stabil vízióm volt, láttam azt, hogy egy jól működő MLM rendszer az egy olyan rendszer, ahol nincsen a jövedelmennek valószínűleg maximális határa, tehát minden rajta múlik, nem azon múlik, hogy a szponzorom mennyit keresem, hogy én milyen jól csinálom. És azt mondtam, hogy azért vágok bele ebbe az üzletbe, hogy szabadok legyünk, és hogy az üzletünk stabil legyen. Tehát az első pillanat úgy gondolkoztam, hogy oké, nem beszélek tökéletesen nyelve, de csak akkor most már azért sokkal jobban, de ugye az akkor nem tudtam volna tartani angolul egy előadást, most már ez nagyon lazán megy. Itt néhány mosolyognak emlékeznek még rám, először Malajziába fordítottam, és a lényeg a dolognak az, hogy viszont volt egy nagyon határozott vízió, hogy azt mondtam, hogy politikától függetlenül nem szeretném megvárni azt, hogy bevezeti Magyarországon a nemzeti kávéboltokat. Tehát nagyon jó dolog ugye a magyar piac, de én szeretném stabilabbá tenni az üzletemet azzal, hogy minél több országból jöjjön a kávés üzletből a jövedelmünk. Tehát tudatosan készültünk arra, hogy minél több országhoz szponzoráljuk. És ez mindenkinek a lehetősége ebbe benne van, ehhez nem nyelvismeret kell, hanem szándék kell tulajdonképpen is aktivitás. Tehát az én vízióm az volt, hogy a jövedelmünk nagyon stabil legyen, és minél több különböző országból származon, és hát ez valóban egy passzív jövedelmem legyen, és úgy építettük föl a hálózatunkat, hogy ez valóban működjön is. Én nagyon emlékszem az első hónapokra, amikor elkezdtünk ebben az üzlettel foglalkozni, ugye az volt a cél, azért jöttünk ide, hogy szabadok legyünk, és azt láttuk, hogy ennek esélye nincs, mert éjjel-nappal csörög a telefonom, folyamatosan jönnek az e-mailek, és valószínűleg ebből ez valami tévedés, tehát ez egy rossz döntés volt. És most igazából 10 év után eljutottunk arra, hogy akár 2 hétig sem csörrel meg DXM témában, tehát DXM esetben a telefonom, és egyre kevesebb e-mailt is kapok, mert ugye a hálózat tud önállóan működni, de ehhez kellett egy határozott vízió, és ez érdekli az embereket, tehát ugye, illetve amikor elkezdtem építeni ezt az üzletet, és az első ilyen prezentációkat végeztem, akkor az én vízióm igazából nagyon egyszerű volt, mindenkinek azt mondtam, figyelj, azért csatlakoztam ebbe az üzletbe, mert tudom azt, hogy ezt bárki meg tudja csinálni, mert mindenkinek rengeteg kávéfogyasztó ismerőse van. Tehát ez volt az én vízom. Én azért vágtam bele ebbe a dologba, mert az egy dolog, hogy én meg tudom csinálni, mert eldöntöttem is, és nem érdekel semmi, és akkor is végigmegyek ezen az úton. De tudom azt, hogy bárki meg tudja csinálni, mert mindenkinek óriási a piaci lehetősége van. Tehát arról, hogy én egy kávéról beszéljek, ehhez semmilyen szaktudás nem kell. Ahhoz egyetlen egy dolog kell, tapasztalat. A piac meg mindenkinek ott van, mert mindenki rengeteg kávézó ember is. Mert ilyen egyszerű, ez a vízió, ezért csatlakoztam a DXM-hez. Ha csak gondolom, lenne, akkor nem jöttem volna ide. Oké, tehát ez érdekli az embereket, hogy ki vagy te, miért csatlakoztál az MLM-be, miért választottad a DXM-t és mi a víziód. És ugye onnan tudom, hogy ő is meg tudja csinálni. Ez nagyon fontos része a prezentációnak. Tehát ugye úgy kell elmenni az embernek a végén, három dologban kell teljesülnie. Az egyik, hogy tudja azt maga biztosan, hogy meg tudja csinálni. A második, hogy meg tudja védeni otthon a döntését. És a harmadik pedig tudja azt, hogy mi a különbség, mi áll az árkülönbség mögött, amit elsőrész. Tehát mi a haszna ebből az egész dologból, hogy elkezdi használni ezeket a termékeket. Ennek a három dolognak kell megvalósulni, erre kell fölépítenem a prezentációt. Ugye erről már beszéltem, hogy honnan tudja ő, hogy meg tudja csinálni, onnan, hogy kipróbálja. Tehát nyilván elmondhatom én is neki, de onnan tudja meg, valójában, hogy kipróbálja. És a prezentációnak a vége, ez pedig egy nagyon érdekes dolog, amikor tulajdonképpen így összetudunk kacsintani az illetővel, hogy én tudom, hogy ő mire gondol. Nekem mindig az volt az emlékem, amikor egy ilyen MLM-es prezentációt hallgattam, vagy bármilyen értékesítési prezentációt, imádom például a profi porszívóügynököket, és tényleg minden tisztelet az övékké, mert hihetetlen kemény munkát végeznek, de az a szintű kamuduma, amit elnyomnak tulajdonképpen zárásnál, az tényleg valami hihetetlen. Tehát
fantasztikus is, és működik nekik 20 éve. Tehát nagyon élvezem ezeket a dolgokat. Tehát tudom, hogy mire gondol. Tehát mindig egy olyan beszélgetést próbáltam fölépíteni, amikor mi egy oldalon álltunk. Tehát nem egy olyan beszélgetés volt, hogy jött valaki, és én vagyok az igazságokosztó, a mindentudó ember ebben a témában, és akkor én most őt meggyőzöm, én most őt lenyomom a torkán, és talán egy fantasztikus zárás technikával behozom az üzletbe. És nem csinál semmit nyilvánvalóan, mert nem vette meg az üzletet, hanem én kényszerítettem rá, én adtam meg el neki. Tehát visszaigazolhatom neki itt, amikor saját magamról beszélek már csak, arról, hogy nekem miért jó, hogy, és eljutok eddig a pontig, amit bemutattam ezeket a dolgokat, hogy nem mondhatom neki, hogy tudom, hogy most mi jár a fejébe. Tudom, hogy azért a fejébe, hogy ő most meg tudja ezt csinálni, hogy mit gondolnak róla az ismerősei, hogy ő egy elismert pedagógus, hogy ő egy elismert nem tudom kicsoda, és most akkor kávéval fog házalni. Tehát ezeket tudom, hogy azt gondolja, hogy esetleg ez drága ez a termék, holott ugye csak az előnyök miatt többbe kerül, és sorolhatnám azokat a dolgokat, amivel találkozok. És ezt úgy építettem föl, hogy amikor kaptam egy kifogást, akkor ezt a kifogást megpróbáltam beleépíteni a következő prezentációmban, és hogyha azt lehet mondani, hogy egyetlen egy technikát használtam, mégpedig ez a megelőző kifogás kezelés. Ugyanis a legrosszabb dolog a úgymond értékesítési folyamatban, ami ugye veled történhet, hogy elmondasz minden profil, az illető egy olyan típusú ember, és ebből van több szerintem, aki nem köpekszik, hanem aki bólogat, és mindent visszaigazol, nem kérdez, míg a beszélgetésnek is talán soha többet nem veszik a telefon, mert igazából meg sem merte fogalmazni neked az ellenvetéseit, mert azt látta rajtad, hogy te egy nagyon határozott, nagyon lelkes és esetleg profi értékesítő vagy. Tehát ő nem mer veled konfrontálódni, nem mer veled vitába szállni, és nem mer tőled kérdezni. És hogyha a kifogásai benne maradnak, akkor nem tudod ezt menedzselni, nem tudod megválaszolni, és amikor hazamegy, akkor nem is tudja megvédeni a döntését. De ugye én tudom azt, hogy ha ő hazamegy, akkor valószínűleg azt fogja megkapni, hogy pilótajáték, ugye? És akkor én tudom azt elmondom neki azt, hogy figyelj, ez nem egy pilótajáték, ebben nem lehet pénzt veszteni, mert nem kell a pénzed, nem kell ide befektetned semmi. Nincsenek drága képzések, nincsenek drága belépőcsomagok. Annyi terméket veszel, amennyire szükséged van. Oké? Tehát kezdeni tudom ezt a problémát, kezdeni tudom ugye az árkérdését, hogy ez nem drága, hanem többe kerül, mert többet tud. És ennek az előnye, ami az ára szemben bekövetkezik, a sokkal magasabb, mint maga az árkülönbözet. Tudom neki kezelni azt a dolgot, ugye, hogy most hazamegy, és ott meg fogja kapni a különböző ellenvetéseket, de föl tudom erre készíteni, és el tudom neki mondani, hogy figyelj, itt ebben nem lehet pénzt veszíteni. Ebben csak ilyen tudsz, és te is meg tudod csinálni. Tehát minél több ilyen kifogással találkozol, ezek voltak, amiket én most elmondtam, a leggyakoribbak, amivel én találkoztam, és ezeket bele tudom építeni. Ugye a legtöbb ember nem tudja magát elképzelni a szituációba. Tehát nem tudja magát elképzelni abba, hogy oké, most idejöttem, tényleg azt látja rajtam, hogy én ezt élvezem, hogy én ezt szeretem csinálni, de nem tudja elképzelni azt, hogy mi fog történni, hogy ő is csatlakozik. Mit kell neki csinálni? Miben fog megváltozni az élete? Mi fog történni? És ugye, ahol valaki becsatlakozik, semmi. Avval fog majd megváltozni, hogyha el is kezd úgymond dolgozni, tehát az, hogy elrendült, hogy beregisztál, hogy semmi nem történik, és az pedig lépésről lépésre így történik. Nem kell attól tartania, hogy neki ilyen előadásokat kell tartani. Többszörös imád lehetsz úgy, hogy soha nem tartottál előadást. Minden előadásunkat rögzítjük, fönt van a YouTube-on, ugye a DXMLM YouTube csatornán megtalálod, több mint 300 videó van fönt, bármelyiket letöltheted, föltöltheted a saját csatornádra. Teljesen kezdő vagy, letöltöd a startképzés, és jön valami ember, és azt mondta, hogy figyelj, az első lépés az, hogy startképzés meghallgatod. Második lépés az, hogy szeretnéd prezentációt, akkor fönt van két nyilvános bemutató is. Ugye ott van a prezentáció helyett, amikor ülök a kertbe, ott van a másik, amikor nyilvános bemutatót tartok. Elküldöd. Nem neked kell prezentálnod. Ha valakit ez érdekel, el tudod neki küldeni. Tehát van egy rendszer, neked igazából, de most nem rólad beszélek, hanem az új érdeklődök, egyetlen egy feladatod van, információt hozz meg, abból, hogy te mit gondolsz, és abból, hogy te miben hiszel. Az összes lényegi technológiai dolog ott van mögötte.
Ott van a Sanyinak a fantasztikus prezentáció a marketing tervről. Rengeteg ilyen kérdést kaptam, hogy őt a számok érdekli. Én nem fogom őt megsérteni azzal, hogy azt mondjam, hogy figyelj, semmi értelme a számokról beszélni. A vízió a lényeg, mert hogyha megfelelő víziód van, megfelelő aktivitással, akkor a számok magától jönnek. Következőben erről fogok beszélni, amikor a marketing tervről beszélek egy kicsit másképp. De ott van a Sanyi prezentáció, hallgassa meg. Nyilvánvalóan teljesen jogosan rengeteg kérdést kapok a termékekkel kapcsolatban. De hát ott van Jane. Tehát, ha valaki szeretne vele konzultálni, konzultálhat vele, küldhet neki WhatsApp üzenetet, e-mailet, Facebook üzenetet, válaszolni fog rá. Hogyha valaki csak az előadásait szeretné meghallgatni, ott vannak magyar nyelven az előadásai. Töménytelen mennyiségű. Tehát nem vagyok arra rákényszerítve, hogy például én nem szeretnék beszélni a termékekről, mert nem érdekel. Számomra elegendő annyi, ez az én speciális problémám a szituációm, hogy a termék jó és működik. Ez nekem bőven elég, több mint elég. Nem akarok róla beszélni, ott vannak az előadások. Tehát végzek egy megelőző kifogáskezelést, és elmondom neki, hogy igazából az igazi emelem arról szól, hogy te elégedett vagy egy termékkel, és elmondod az ezzel kapcsolatos véleményed. Tehát nem azt mondom el a Danodermáról, hogy mit tartalmaz, mert ez nem érdekel, hogy nem érdekel, ha azt tudom elmondani róla, hogy jó. Nagyon jó, hogyha bőven megkérdezik, és ki lehet próbálni. Tehát mindig azt szoktam mondani, hogy figyelj, én azon az oldalon vagyok, aki abban érdekel, hogy többen fogyasszák ezt. Ez ugye nem titok. Tehát ezért jöttem ide. Tehát abban a kényelmes helyzetben vagyok, hogy azt tudom neked mondani, hogy figyelj, nem kell, hogy velem foglalkozz, nem kell, hogy nekem hívj, nem kell, hogy rám figyelj. Próbáld ki. Próbáld ki, hogy neked működik-e. Azért merem ezt mondani, mert tudom, hogy működik. Próbáld ki. Ilyen egyszerű. Ahhoz nem kell semmilyen anyagi befektetésig, aki kipróbálja a kávé, vagy kipróbálja a szappant, vagy kipróbálja a Donodermától a spirulinát, vagy a potenciát. Jó? Tehát megelőző kifogáskezelés, építsd úgy föl a prezentációdat, hogy a legfontosabb dolgok benne legyenek, amit lehet, hogy nem mond ki, de te szeretnél megválaszolni, hogy otthon meg tudja védeni a döntését. És ezt bármikor tudod ezt a prezentációt változtatni. Ugye, ebben a prezentációban is elmondtam ott 2 évvel ezelőtt ezen a szemináriumon, hogy a legjobb az, hogyha létrehozod egy ilyen történetbankot. Ugye, amikor találkozol kevésbé fiatal emberekkel, és elkezdesz beszélgetni, és ellazultok, tehát olyan szintű a kapcsolat, akkor kiváló történeteket tud mondani az életéből. És valószínűleg a tudatalattiában is van egy ilyen történetbank, ugye, amit mindig elmond mindenkinek, sokszor ugye nem is veszi észre, hogy már neked azt mondjuk, hogy ötszörre mondja el, de ezek nagyon jó történetek, és emlékezni fogsz rá, és érdekesek. Még gyakran ötszörre is érdekesek. Na most neked ugyanezt kell lenni, hogy lenned kell néhány ilyen MLM-es történetednek, ami az üzlet miatt fontos, amit bármikor elő tudsz venni, arra az emberre személyre szabad, tehát olyan, ezt most úgy értem, hogy ami őt esetleg témában jobban érdekelheti, és ami érdekes lehet. Tehát például, ugye nyilvánvalóan most egy nagyon sarkos példát mondok, hogyha találkozok bárhol egy buszvezetővel, akkor csak elmondom Rózsának a történetét, és ennél jobb sztori nincsen. Ennél jobb sztori nincs. Tehát ugye, hogyha valamikor találkozok egy órajavítóval, akkor csak elmondom Sanyinak a történetét, és ott van a történetbankomban. De most nyilván ezek kisarkosított dolgok, de ettől működik a dolog. Ettől működik. Igen, szabad oktatóval találkozunk, igen, ez nagyon jó. Igen, jó, hogy hajós kapitánya, igen. Oké, tehát hogy legyenek ilyen történeteik. Nyilvánvalóan lehetnek olyan történetek is, ez nem túl legális úgymond, de nyilván egy baráti beszélgetésre belefér, amikor egy egészségügyi történetet mondok. Tehát soha nem a termékről beszélek neki, hanem nyilvánvalóan elmondok egy olyan dolgot, ami rám leginkább hatással volt, és milyen gyógyulással hallottam. Ez is belefér egy bizonyos szituációban. Ugye nagyon hasznos lehet, főleg az elején, hogyha készítesz ilyen kis emlékeztető kártyákat magadnak, amit akár a titokban nézelődhetsz is, vagy előtte átnézel, vagy utána átnézel. Ugye nagyon fontos az utánkövetés, tehát a saját magadnak a csekkolása, ezt nem győzöm elégszer hangsúlyozni. Tehát én tényleg úgy csináltam az elején, hogy felkészültem a megbeszélésre, és utána mindig ellenőriztem, hogy hol tértem el attól az egyoldalas prezentációtól, ami stratégiában benne volt. És igen, a mai napig is bele tudok futni abba a dologba, hogy
túlságosan motivált vagyok, látom a másik emberrel a nyitottságot, tehát hogy van benne bizonyos érdeklődés, és nagyon lazán át tud fordulni a dolog egy ilyen fénylő arcú lelkes kommunikációba, és nem veszi észre magát az ember, mert szereti csinálni, imádja, magunk nyilván tudjuk, hogy ez a dolog jó, csak a másik oldalon ez negatív lehet. Hogy nyilván fölhúzták, mint az óra, és itt be se lehet állítani, ugye, annyi, és még ezt is el akarom neki mondani, hogy tényleg közben eszembe jut is, hogy ezt is el akarom neki mondani, és nincs vége, és ő pedig már elvesztette a fonalat nagyon régen, és nem érdekli. És azt hiszi, hogy egy ez meg egy ilyen nyomorós ügynökkel találkozott, holott én csak magamnak szórakoztatom, mert annyira. Tehát nagyon fontos, hogy ne akar meggyőzni senkit, nem. Mert azáltal, hogy meggyőzöl valakit azzal, tehát attól még nem kezd el dolgozni. Lehet, hogy be fog regisztrálni, de mondom, sokkal fontosabb cél az, hogy saját magát meggyőzze. Saját magának átmenjen ez a dolog, és higgyétek el, hogy akkor fog neki átmenni ez könnyebben, hogyha már van neki pozitív terméktapasztalata. De képzeljétek el, valaki úgy vág bele a munkába, hogy nincs neki terméktapasztalata, és lefogtam folyamatosan az emberektől, akkor elmegy az egész rakerbe. Viszont szintén ezt tudom, hogy meséljek el, és az mindennél jobban ezt bemutatja. Néhány évvel ezelőtt egy európai városba kértek meg, hogy tartsak előadást, és az előadás előtt odajött a helyi vezető, és mondta, hogy nagyon kellemetlenül érzi magát, és nagyon rossz érzi magát, mert a legjobb ember nem jött el. No, semmi gond, de nagyon jó lett volna, hogy eljött, de ami még inkább probléma számára, hogy miért nem jött a legjobb ember el, és a legjobb ember azt mondta, hogy azért nem jön el, mert ő nem kíváncsi rám, nem tudok neki semmit mondani, ugyanis ő cukorbeteg volt, elkezdte használni ezeket a termékeket, és ő meggyógyult tőle. Tehát köszöni szépen, őnek az egyetlen, ilyen bőven elég ahhoz, hogy üzletet építsen. Tehát hogy a lényeg az, hogy valakinek van egy saját terméktapasztalata, akkor azt nem lehet tőle elvenni. Tehát oda megyek valakihez, és én mondjuk idézőben egy gyógyult ember vagyok egy betegségből, és erről beszélek, nekem ez volt a legfontosabb motivációm, akkor nekem mondhat bármit a marketing tervről, meg az MLM-ről, semmi lepörög rólam, semmilyen szinten nem érdekel, mert én tudom a saját tapasztalatomat. Oké? Tehát nagyon fontos, hogy nem kell meggyőzni senkit, arról kell beszélni, ami mi hiszünk, és ami a mi tapasztalatunk. Bármikor, ugye nagyon gyakran bele lehet futni egy ilyen problémába, főleg Magyarországon, hogy leülsz valakivel beszélgetni, nyitott az illető, és ugye kiderül, hogy vannak neki egészségügyi problémái. Tehát függetlenül, hogy te ezt nem kérdezted, ugye ez egy beszélgetés, ma Magyarországon nagyon gyakran előfordulhat, hogy elkezd arról beszélni, hogy különböző egészségügyi problémái vannak. És akkor mi történik? Ugye rögtön előjön benne a tudatalattiból a segítő szándékú értékesítő, és már mondod, hogy ugye 3x2-t kéne beszélni, és még ez kéne, és az kéne rá. És ez nem működik, mert ez ilyen direkt eladás az egész, és onnantól kezdve bokkolva az illető. Nem működik. Ezért nagyon fontos, hogyha ilyennel találkozol, már pedig sűrűn fogsz találkozni, akkor mindig harmadik emberről beszélj. Tehát most mondok egy példát, valaki azt mondja, hogy hát neki nem mondjak, amikor a kezén van ilyen probléma, eszémás a kezdet, ugye? Igen, nagyon jó. Igen, és akkor akkor nem azt mondom neki, hogy hát figyelj, hát rengeteg emberről tudom, hogy segített neki, használd ezt a szappant használsz, és ez fantasztikus erre, hanem azt mondom, hogy igen, hallottam már hasonló esetről, találkoztam már hasonló problémáról, és ha ilyen jellegű problémája volt, azok kipróbálták a szappant, és működött neki. Ennyi. Tehát egy szóval nem említem azt, hogy ő neki használni kéne a szappant, vagy próbálja ki. Hanem arról beszélek, hogy ilyen esetben ez is ez történt. Jó, de ezt nyilvánvalóan még konkrétabban is meg tudom fogalmazni, hogy igen, a páromnak a barátnőjének is hasonló problémája, gyerekének is hasonló problémája volt, és kipróbálta a szappant, és teljesen megszűnt neki 3 nap után. Most mondtam egy példát. És ez ezerszer jobban működik, mint amikor arról beszélsz, hogy neki ez kellene. Ugye? De tipikus emlékezetek vissza, tipikus MLM-es prezentációk azt mondja, hogy még ilyen kérdőívet is használ tulajdonképpen, hogy akkor te milyen egészségtelenül táplálkozol, és akkor neked ezeket kéne szedned, és amúgy pedig mekkorák a megtakarításai, hol lesz a nyugdíjad, és akkor neked ezt kell építeni, ugye? És ezt az emberek nem szeretik, teljesen jogos, hogy megmondják neki. Nagy számok törvény alapján működik, hangsúlyozom, de sokkal kisebb hatékonysággal, mint egy őszinte, kellemes beszélgetés. Jó?
Ezért azt javaslom, hogyha nem bízol eléggé magadban, akkor bátran használj sémákat. Nem akarok senkit se beszélni arról, hogy ilyen sémákat használjon, de én inkább azt mondom, hogy ne használj. Sokkal emberibb lesz, és amit az én tapasztalatom, sokkal jobban fogod érezni magadat az előadás során, a beszélgetés során, mint hogyha nem használnál sémákat. Vagyis, hogy nem használ sémákat, elnézést, igen. Nyilván, hogy látok, nem vonatkozik, de azért előkezik. Jó, tehát ha valaki visszajön, hogy neki nem működik ez az üzlet, akkor nagyon nagy valószínűséggel ez az oka, hogyha csinálja, hogy túl sokat beszél. Nem kell mindent elmondani az első alkalommal, nem érdekel, hogy higgyétek el az embert az első megbeszélés során, tisztelt a kivételnek, hogy vezetői bónusznál 4 nyémát várnál, hogy működik a nyugatik. Nem kell ezt elmondani neki az első pillanatig, sőt mondom, a gonodernának se érdekel esetleg minden alkotó elemet. Tehát nem kell sokat beszélni, bőven elég az, hogyha az első megbeszélés során kipróbálja a terméket. Jó? Ti is mindannyian biztos vagy benne, hogy azért is vagyok itt a mai nap folyamán, mert a termék nektek is működött. És ha nektek működött, akkor másnak is működik, biztos lehetsz benne. Jó? Nem kell sokat beszélni, és sokan azt gondolják, hogy ez ilyen nagyon könnyű. Én azt gondolom, ez egy legnehezebb a munka során, hogy nem akarom már ezt elmondani, nem, ezt most még nem mondom el. Tehát, hogy ezt így vissza fog magad venni. Tényleg, mert főleg, hogyha látod a másikon a pozitív hozzáállás, hogy az érdeklés, akkor azt, ezt még mindenképpen meg akarom hozni, mert ez akkor át... Nem, higgyétek el, hogy nem tudom. Azt megyek, hogy valamit, hogy itt hattak. Igen, jó. Hogy ezt úgy hívtuk régen, hogy kibeszéli magát az illető az üzletből. Ugye azt tanítottuk, hogy vásárlásra tartó magatartás során azonnal ugye le kell zárni, nincs tovább információ, ugye? Tehát valaki megkérdezi tőle, ugye beszélsz, megkérdezi tőle, hogy mennyibe kerül egy doboz 3-1 kávé, az egy vásárlásra utaló magatartás, kész. Tovább nincs beszélgetés, megvan az árát, megtesz az ajánlatot, kész, ennyi. Nincs, mert akkor már megvette, tehát ők már érdekli ez az egész dolog. No? Ugyanaz nyilvánvalóan megkérdezi azt, hogy hogyan lehet regisztrálni, onnantól kezdve nem kell semmiről beszélni, csak arról, hogy hogyan kell regisztrálni. Jó? Tehát meg kell tanulni megállni, kőkeményen magunkat megállítani. Ezt akár olyan brutális módon is lehet, hogy nyilvánvalóan tudod azt, hogy nem szerencsés fél órán többet beszélni erről a témáról. Tehát lehet, hogy az a beszélgetés hosszabb lesz, mint fél óra, mert ugye van egy bevezetés, beszélgettek, hogy a régébbi ismerősök vagy bármi másról, de nem szerencsés. Ránéz az órás, kész. Megállsz. Maximum a kérdésem, akkor konkrétan röviden válaszolsz. Mert ugyanis ennek van egy olyan üzenete a számára, hogyha te beszélsz másfél-két órát, lehet, hogy ez érdekes volt számára, de az fog átmenni, hogy ahhoz, hogy eredményeket elérjen, neki is másfél-két órát kell beszélni, de ő nem olyan típusú ember, ő nem tud erről. Főleg most sem tud beszélni, hiszen még nem is ismeri a dolgot, és megirad az egésztől, és azt mondja, hogy ezt nem tudná csinálni. És erről nagyon sokszor beszéltem, hogy ugye a célnak annak kell lenni, hogy meg tudja védeni otthon a döntését. Ezt a legegyszerűbben úgy éred el, hogy ezt tisztázod vele. Tisztázod vele, hogy otthon jó szándékból, kizárólag jó szándékból lebeszélés fog kapni, és hogyha tetszik neki ez a dolog, meg kell védeni a döntését. Fölajánlhatod még neki azt is, mert itt már egy olyan bizalmi viszony alakul ki köztetek, és annyira érzi már azt, hogy te nem ellene érvelsz, te nem nyomulsz, hanem pontosan az ő oldalán mellett állsz, hogy mutatod azt, hogy figyelj, ha meginogsz, ha bármi olyan fölmerül, nyugodtan hív föl engem, beszéljünk róla. Segítek. Oké? Tehát meg tudja védeni a döntéseket. És zárásképpen a prezentációval kapcsolatban annyit szeretnék nagyon határozottan elmondani, hogy ne legyenek olyan vágyaid, vagy elképzeléseid, hogy az illető bármire is emlékezni fog az első megbeszélésből. Tehát leülsz valakivel és lehetsz a legprofibb, egyetlen egy dolgot fog emlékezni nagy valószínűség szerint, maximum a kávéjáráról, hogy megkérdezte, de ezen kívül egyetlen egy dolgot, hogy milyen érzéseket generáltál nála. Tehát ez egy milyen hangulatú beszélgetés volt. Jött egy fénylő alszú ilyen nyomológép, vagy jött valaki, akivel kellemesen elbeszélgettél. És olyan dolgokat mondott, amiről te is hasonlóan gondolkozol.
erre fog emlékezni, hogy milyen érzéseket generáltál belőle, és legközelebb, amikor egy következő megbeszélés lenne, akkor ez fog benne megmaradni, nem a részletek, hanem hogy megint az az ember hív, akivel múltkor jól beszélgettünk. Vagy megint az ember hív, akinek nem akarom fölvenni, mert nem ismerek neki nemet mondani, mert annyira agresszív értékesítő, ugye? Van ez a tipikus példa, ugye? Én látom, voltak itt tényleg, mert biztos most is vannak olyan, akik tényleg nagyon profi értékesítők, és tényleg hozták be az embereket, mert el kell mondjam, hogyha valaki beregisztrál alán, az lehet, hogy egy olyan ember jelen pillanatban, aki csak nem mert nemet mondani. Hiszen, hogy azt mondod, persze beregisztrál, mibe kerül jelen pillanatban, semmibe nem kerül, ugye? Beregisztrál alán, csak adjál már végén. Ugye? Tehát az még nem az a siker. Az a siker, amikor valaki önállóan el akar kezdeni dolgozni. Tehát ezen múlik csak, hogy milyen érzéseket generálsz, és nekem az volt a célom, amikor elkezdtem ebben az üzlettel foglalkozni, hogy amikor beszélgetek valakivel erről a dologról, akkor nagyon határozottan érezze azt, hogy most én valami másról beszélek, mint amit ő megszokott. Tehát ez nem egy hagyományos MLM-es előadás, és nem azokat a sémákat használom, hanem valami teljesen más, amiben én nagyon jól érzem magam. Hadd mondjak erre egy példát, ugye többször elmondtam már, hogy én is, mint minden üzletépítő, a legjobban a hideg hívást utálom. Tehát egyszerűen nem szeretek fölhívni embereket, nagyon rossz tapasztalatom volt, nem is hideg hívás volt. Volt egy direktünk, aki nagyon profi értékesítő volt, tehát tényleg mindent tudott a szakmáról, és hát amikor elkezdett ebben az üzlettel foglalkozni, akkor megkért arra, hogy menjek el vele néhány alkalommal, és segítsek neki ezen a négy szemközti megbeszélésen. És elmentünk egyszer egy komoly cégvezetőhöz, akinek egy nagyon jó ismerőse volt, és főleg nyilvánvalóan én beszéltem ezen a megbeszélésen, és hát megtartottam a prezentációt. Ez egy nagyon jó hangulatú beszélgetés volt. Az illető is egy nagyon intelligens ember volt, nagyon nyitott volt, stb. És elmondtunk neki mindent. És a beszélgetés végén, nem tudom már, mivel maradtunk ott a bent az irodába, hogy visszatérünk rá, hogy kipróbáljuk. Tehát nem ez a lényeg, hanem a lényeg az, hogy kikísért be minket az autóhoz, és a következőt mondta az ismerősnek, aki egy hölgy volt, hogy hát, tudod, el kell mondanom őszintén, hogy azért sokkal jobb érzés lett volna számomra, hogyha 3 év múlva nem egy ilyen üzlettel hívsz föl, hanem amúgy csak így magadtól, hogy beszélgessünk egyet. És ez tényleg olyan nem megjátszott volt, olyan önnövő szinte volt, és ez egy nagyon rossz tapasztalat volt nekem, hogy oké, hát az összes MLM-es könyv azt mondja, hogy akkor most óvodától kezdve ugye írjam össze a régi ismerősemnek a nevét, és hát hívjam föl őket telefonon, érdeklődjek, hogy vannak, és utána pedig kínáljam be őket egy MLM-es ajánlattal, mert ez abszolút működőképes, és ezt kell csinálni, és így ilyen formában ugye a teljes ismertségi kört fedjem le, és ezt nagyon nem akartam, tehát eleve sem szeretem az ilyen hideghívásokat, azt meg még főleg nem, hogy én úgymond ilyen ajánlást is kérjek, ugye amikor azt mondjuk, hogy ne adja már még engem, nem értek el, oké, semmiből akkor add meg őt ismerősödek a telefonszámát, ugye, hogy legalább őt nem adjanak meg szegényen, és akkor ugye ez nem működik, tehát ezt nem szeretnék egy ilyet, viszont nyilvánvalóan én is szerettem fölhívni olyan embereket, akikkel évek óta nem beszéltem, és szerettem volna, hogyha együtt dolgozunk ebben az üzletben. De igaz, az elmúlt években kimaradt a kapcsolattartás, és hogy mit tegyek, hogy tudjam magam rávenni, hogy egyáltalán fölhívjam ezeket az embereket, utána pedig hogyan adjam elő ezt az egész dolgot, ugye? Nem kellett attól tartanom, hogy bármit is sejt az első pillanatban, hiszen nem hívtam föl őket soha semmilyen MLM-üzlettel, de akkor is ez egy nem jó érzés volt bennem. Úgyhogy valami mást akartam, és következőt találtam ki, amit nagyon szerettem csinálni, és működött. Fölhívtam mondjuk egy régi ismerősömet, ugye, és akkor mondtam, hogy ki vagyok, és már nagyon régen tényleg nem beszéltünk, és hogy azt feltételezem, hogy ő nagyon utálja az olyan dolgokat, mint ahogy én is, amikor valaki több év után ugye csak így hirtelen fölhívja, elkezd hirtelen érdeklődni, hogy mennek a dolgai, családjáról, stb. És néhány perc után pedig bekínálja egy MLM-es lehetőséggel. Én nagyon utálom az ilyen dolgokat, nem tudom, hogy ő hogy van ezzel. És mindenki ugye megörösített fogjuk is, aztán ezt hihetetlen hozzáteljek. És akkor én amikor ezt válaszoltam meg, hogy pedig most ez történik. Csak kihagyom az első részt. És ugyanúgy, ahogy ti is
most ezen fölnevettetek, ők is fölnevettek, és rögtön egy előnyből indult a beszélgetés. Tehát nem az volt, hogy hagyjál már békén akármi, hanem fölkeltettem rögtön az érdeklődését, és azt éreztem, hogy itt most valami másról van szó. Másról van szó, mint amit eddig megszokott, és abszolút mértékben működött ez a megközelítés, és az ilyen jellegű hideghívások nem jelentettek számomra problémát. Tehát ez lenne az üzenetem számotokra, itt a prezentáció során is, hogy mindenképpen olyan prezentációt kell összeállítanod, ami megfelel ezeknek az elvárásoknak az ő szempontjából, és a te szempontodból pedig olyan oldalról felelnek, hogy jól érzed magad benne. Tehát nem kérdés az, hogy akarod-e ezt csinálni, vagy sem, mert annyira vágysz rá, hogy kipróbáld, annyira vágysz rá, hogy ilyen formában megoszt ezeket az információkat. Mert igazából én a legjobban azt élveztem ebben az MLM üzletben az elején, amikor tényleg rengeteg megbeszélést csináltam, hogy oda jött valaki, akiről tudtam, hogy abszolút elzárkozó, abszolút szkeptikus, és igazából nem én győztem meg őt, hiszen én csak egy információt adtam, hanem szépen ő változott meg, és az ő hozzáállása változott meg, ő kezdett el kérdezni, és ő változott át. Ez volt a csúcsa tulajdonképpen a network marketinges munkának, ezt nagyon lehetett érezni, mert ez egy azonnali eredmény generált. Nem biztos, hogy ő elkezdett dolgozni, nem biztos, hogy kipróbálta a terméket, akkor is visszaigazolta azt, hogy igen, már pedig ez a logikus, baráti gondolkodásmód, ez még mindig működik, és van nyitottság.